95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Volt pár év, hát pár évvel ezelőtt, amikor nagyon ott voltál, nagyon énekeltél egyedül is, meg különböző zenekarokban, és az elmúlt egy-két évben úgy, mintha eltűntél volna, elutaztál egy másik bolygóra. Egyszer csak Dorina, mintha nem lenne. Hát azért ez nem így történt, ugyanis tevékenykedtem többféle zenekarral. Csak ugye az emberek általában azt látják, aki mondjuk nap mint nap a bulvárlapok címlapjain szerepel, aki pedig ezt nem szeretné csinálni, akkor arra mindig rá nyomják a bélyeget, hogy hú, de eltűntél. Holott lehet koncertekre járni, mert ugye nekem nagyon-nagyon sok projektem van. Az első számú mondjuk a Mrs. Calambo, ami a Fonogram díjas jazz kvartettem, amivel ilyen jazzes dolgokat játszunk. És most pedig elindítottunk egy újabb projektet, ez az Electropop trióm, a Dióra, amivel most jelent meg az első videóklipünk is, amit már meg lehet nézni a YouTube-on. Ügyesen összefoglaltad hirtelen, viszont igen, arra nem válaszoltál, hogy akkor azon túl te hol voltál? Persze dolgoztál, azt értjük, meg voltak koncertek, persze, de lehetett olvasni ilyeneket, hogy igen, akkor Dorina fogta magát, és akkor átszelte a három óceánt és a hét tengert, vagy nem tudom, hogy így Marco Polo, vagy Marco Polo nő módjára. Hát ellátogattam Amerikába, ahol vannak haverok, Floridában, és ott eltöltöttem 2 hónapot, ami nagyon jó volt, és ezt egyébként összekötöttem a kellemeset a hasznossal, mert ott forgattunk egy videóklippet is, azt még a Mrs. Calambónak, de egyébként tavaly például végig turnéztem az országot egész nyártól őszig a Quimby zenekarral, mint háttérvokalista kis Flóra barátnőmmel, a kis Tibi úgy hívott minket, hogy mi vagyunk a hölgyorgona, és ez egy nagyon jó buli volt, és akkor igen, ott inkább háttérben munkálkodtam, viszont nagyon sok élménnyel gazdagodtam, és emiatt ugye csúsztak a saját projektjeim, mert ugye még csak 2 soroltam fel, de ott van például a Quimbyből a Balanyi Szilárd barátom, akivel szintén van egy közös projektünk, amiből van zenekaros felállás, illetve a Szilárd Piano projekt. És még most dolgozom egy új rockzenekarral, az Izzóval, és ezt pedig tavasszal hallhatják Izzó, majd. Komolyan ez a neve ennek a bizonyos bandának, hogy Izzó. Y-nal, úgy, mint Ozzy visszafele. Na, nagyon jó. Nagyon menő lesz. Ügyesen összefoglaltad a kis zenei életedet, elmondtad, hogy igen, van Mrs. Calambo, meg van a legújabb formáció, a Dióra, meg akkor az Izzó, meg a Quimbyvel is, háttérénekesként, vagy vokalistaként végig turnéztátok az elmúlt nyarat. Viszont előtte vissza oda kicsit, hogy fogtad magad és elmentél 2 hónapra Floridába. Ott állítólag nem csak videóklip volt, hanem te, hát nem pultos és felszolgálóként tevékenykedtél, viszont amíg a többiek tényleg ezt csinálták, te ott egy gitárossal azért működtél. Igen, nekem van kint egy ismerősöm, aki énekesnő és koreográfus egyébként, meg balettot oktat. A Jennifer Lopez? Nem, de olyan típusú nőci. Szóval nem fiatal már, viszont nagyon-nagyon vagányul néz ki. Őt Alisonnak hívják egyébként, ő el is jött Magyarországra, és forgatott például nálunk egy videóklipet. Na mindegy, szóval régóta barátságban vagyunk, körülbelül most már 6-szorra jártam kint, és akkor az Alison mondta, hogy figyelj, ismerek egy csávót, ő egyébként Kaliforniából költözött oda a Key Westre, és nagyon bejött neki ez a, hát először utcazenélt, de aztán így egyre felkapottabb lett, és akkor vele összehozott az Alison, és elkezdtünk próbálni, tök jó kis műsort összeraktunk, és akkor a helyi nagyobb menő szállodában például a strandoló vendégeknek délután lehetett játszani több szettet, és annyira kényelmes volt nekem, hogy a rendi mindent összerakott, felszerelte a dolgokat, és akkor én addig strandolhattam, és aztán a második körre meg beszálltam. Ezek szerint Randynek hívják, ez most már kiderült. Randy Smith. Egy csomó kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ha itthon például Magyarországon, Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán összefutsz valakivel, zenésszel, akkor persze leültök, megbeszélitek, jó, holnap után találkozunk a próbateremben, csinálunk valamit. Viszont amikor egy amerikai sráccal, vagy egy angol sráccal, nem tudom, egy ausztrál sráccal összekeveredsz, akkor ugyanígy történik? Tehát, hogy leültök, megbeszélitek, és aztán utána 2 nap múlva már van egy közös dal. Igen, az van, hogy így elkezdünk barátkozni, és megmutatjuk a másiknak, hogy milyen projektekben vagyunk, vagy milyen zenét kedvelünk, és itt például nagyon jó kapocs volt Randyvel, hogy ő is a grunge zenén nevelkedett például.
És arra flasheltünk, hogy úristen, akkor játszunk már valamit Chris Cornell dalt, vagy legyen. Ez azt jelenti, hogy akkor ilyen feldolgozások voltak, vagy legalábbis olyan dalok, amik már megszülentek, csak előadtátok a saját szájízetek szerint. Igen, ott ismertebb dalokat dolgoztunk át, igen, ilyen egyszálgitáros duó verzióban, és az volt nekem a legnagyobb öröm, hogy amit itthon mondjuk réteg zenének tartanak, ott külön jöttek oda a szálló vendégek például, hogy jaj, de jó, még egy kis pörgyemet, akkor játszatok már. Két hónapig tartott ez a bizonyos kooperáció. Ezek szerint ez alatt a két hónap alatt csak ilyen feldolgozások voltak. Elővettetek valakinek valami nagy nevű zenekarnak valami dalát, és akkor azt elénekeltétek. Saját dal kezdemény, esetleg leült a Randy és a Dorina, és akkor a brand new song from us. Nem, vele ez nem történt meg, viszont azt még el kell mondanom, hogy közben a Mrs. Kellenbónak a régi zongoristája, a Sárközi Fanni, ő kiköltözött Miami-ba, úgyhogy így Miami és Key West között ingáztam, mert a Fanninak a kedvese, a Polyák Peti barátom, ő pedig ott operatőrként dolgozik, és velük forgattam a videoklipet, és akkor, hogyha már ott voltam, megbeszéltük a Fannival, hogy akkor próbáljunk már össze egy pár dalt, és csináltunk magyaroknak, kint élő magyaroknak egy bulit, és ott játszottunk saját számokat is, meg egyébként ilyen régi magyar dalokat, ilyen táncdal fesztiválosokat. Ez mikor volt egyébként ez a két hónapos kiküldetés, talán nevezzük ez így? Ez tavaly előtt volt. Már olyan régen? 2018-ban. Ja, én azt hittem, hogy az ilyen 2019-es, egy hónappal, két hónappal ezelőtti történet. Nem. Ez akkor volt, hogy két évvel ezelőtt, amikor szakítottunk a ex-férjemmel, akkor utána gondoltam, hogy kell, hogy egy kicsit kiszellőztessem a fejem, és így új dolgokat tapasztaljak meg. És akkor gondoltam, hogy akkor lelépek a melegbe. Nem akarok nagyon kérdezgetni erről, nem tartozik rám, meg nyilván nem is ez a fő profiljának a műsornak, csak egy-két kérdés hozzá. Akkor ez ilyen terápia volt neked? Igen, egyébként ilyen terápiás út, meg szóval így tök jól történtek a dolgok, mert végül is eltelt kb. Egy év, és addig nem is láttuk egymást. Utána mindenki visszajött, ő a turnéjáról, én is hazajöttem, elköltöztem egy másik helyre, utána elváltunk, utána eladtuk a közös lakásunkat, megosztottuk a vagyont, és ilyen tök jó baráti viszonyban maradtunk. Úgyhogy lehet, hogy így szóval szokták mondani, hogy az idő sok mindent megold, és szerintem ez igaz. Sikeres volt a terápia? Az a két hónapos Miami terápia, vagy a napfény terápia, vagy az óceán terápia, vagy utána ez a bizonyos új projekt, a Diora, jól mondom, terápia? Persze, hogy nagyon sokat segített szerintem lelkileg is, hogy tudod, amikor elmész új helyre, új emberekkel találkozol, isteni volt a naplementében bicajozni 30 fokban. Úgyhogy igen, végig tudtam gondolni az életemet, meg a jövőbeni terveimet, és igen, és most már nagyon jól érzem magam, és így tökre bírom az egyedülélést. Igazából olyan jó, hogy a magam ura vagyok. Na most már bemutatlak, hiszen ezt eddig nem tettem meg. Velem szemben a stúdióban, hölgyeim és uraim, a mai slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en Galambos Dorina énekesnő. Köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Dorinával. Sláger FM. Gyerünk! 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Galambos Dorina énekesnő. Az imént dumáltunk arról, hogy hát egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt viszonylag sok időt, effektív egy két hónapot töltöttél ugye Miami-ban, egészen pontosan kiveszten, nem csak azért mentél, hogy akkor te majd ott bikiniben egy akármilyen szörfön meglovagolod a hullámokat, hanem azért is, mert hogy kicsit kiszellőztetted a fejed, mert ott éppen valami magánéleti problémák, helyzetek voltak. Ez ilyen terápia is volt, kijöttél belőle, elköltöztél egyedül, vagy nagyon jól érzed magad, simogatod esténként a cicádat, és akkor kész, meg vagyunk. Nincsen cicám. Majd lesz. De egyébként van, a szomszédból mindig átmászik hozzám egy, és nagyon-nagyon hangosan tud nyávogni, óriási forma, ilyen kis foltos.
Úgyhogy oké, van cicám, csak nem az enyém. Ez alatt a két hónap alatt egyébként a zenével is foglalkoztál, összehozott a sors és az egyik barátnőd. Alison talán azt mondtad, ugye? Igen. Egy sráccal, Randynek hívják, és akkor ti ott zenéltettek is estéről estére, különböző hoteleknek a halljában vagy lobbyában. Saját dalok nem születtek, viszont átdolgozások születtek, de volt videóklip is, amit leforgattatok. Az Mrs. Kalambó videóklip volt, vagy Dorina, vagy Diora videóklip volt? Igen, az egy átmenet volt, Mrs. Kalambó néven jelent meg, de ezt igen, tegyük tisztába, szóval a Mrs. Kalambó az egy jazz kvartett, és úgy indult még 2008-ban, hogy híres dalok átdolgozásait játszottuk ilyen smooth jazz stílusban, amire elég rá is kaptak az emberek. Aztán elkezdtünk saját dalokat írni, amik inkább pop dalok voltak. Aztán pedig megismerkedtem a Somogyvári Dániellel, aki egy szuper tehetséges zenei producer. Senkinek a szájából nem hallotta még azt, hogy Somogyvári Dániel. Mindenki azt mondja, hogy Somogyvári Dani. Igen, csak gondoltam, kimondom rendesen, hogy mindenki tudja az igazi nevét, de én is danizom. Szóval, hát ő egy igazi zseni, és eléggé rákattantunk az elektronikus hangszerelésekre, és akkor elkezdett egy ilyen irányba menni a zenénk, és volt egy pont, hogy már beláttuk, hogy amikor már úgy lehetett megrendelni a zenekart, hogy Mrs. Kalambó plays jazz, vagy Mrs. Kalambó az már ilyen pop műsor volt, de rájöttünk, hogy így kell egy új név, és egy új név alatt jelenjenek meg már ezek az új hangszerelésű dalok, és ezért született meg a Dióra. Ez a legújabb projekted, formációd, beszélünk majd róla sokat, de akkor menjünk vissza szépen az időben, és akkor majd visszatérünk még a Randyre, meg a Miami kiküldetésre. Múltkor egyébként rám írt a Randy, hogy figyelj már, nem emlékszel, hogy az Easy Loverből melyik feldolgozást szedtük le a YouTube-ról, és akkor így pont megtaláltam, és így egyből tudtam neki küldeni, és nagy volt az öröm. Amikor te feltűntél ebben a bizonyos zenei közegben, az már sok évvel ezelőtt volt, ugye egy tehetségkutató műsorba kerültél be, és akkor ott eljutottál valameddig, nem nyerted meg. Nem, én a döntőben voltam, de elég is volt annyi. Hogy jött neked egyáltalán a zene az életedbe? Tehát, hogy a kis Dorina valamikor, nem tudom, 89 magasságában, 6 évesen, akkor ott azt mondta, hogy én énekelni fogok, mert hogy nekem ez tetszik. Ó, az nagyon-nagyon korán eldőlt, hogy imádok énekelni, kb. Ilyen 3 éves koromban. Akkor még én is szerettem, akkor még tudtam is. De amikor igazán elkezdtem, hát mondjuk úgy, hogy profi módon foglalkozni ezzel az egésszel, az olyan 99-ben indult, akkor alakult meg az első zenekar, az még ilyen punk rockos dolog volt, utána voltam egy ilyen acid jazz zenekarban, utána volt egy new metal zenekarom, és utána jött a Megasztár, és utána rákattantam a jazzre, akkor elvégeztem a Lausmann Gyula jazz konzit Székesfehérváron, utána pedig felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára, amit 2010-ben végeztem el. Ügyesen elzanzásítottad az egészet, viszont előtte még vissza oda. Azt mondtad, hogy viszonylag korán eldőlt, hogy te a zenével fogsz foglalkozni. Hogy? Tehát általános iskolában az ének tanárom mondta, hogy Dorina, neked nagyon jó hangod van, küld be a szüleid, szeretnék beszélni velük, vagy anyukád mondta, nem tudom, éppen valami anyáknapi ünnepséget tartottatok otthon, te is elénekeltél egy dalt, és azt mondta, hogy nagyon jó hangod van, akkor én most zeneiskolába foglak téged beiratni. Hát úgy volt, hogy állandóan énekeltem kb. Ha ment a rádió, szólamokat találtam ki a dalokra, ami szerintem már elég erős jel. Aztán akkor a suliban kérték a barátaim, hogy énekeld már ezt a számot, mert olyan jó, ami éppen ment sláger, és éppen rá voltak kattanva. Utána jött ez a tanárnéni az énekórán, a minden szólamba beültetett, éppen ahol valaki hiányzott, mert én mindig biztos pont voltam. Még az altban is, holott neked egyébként szerintem szoprán, nem? Igen, egyébként, ami nagyon idegesített is, hogy lírai szoprán, eredetileg a hangom. A Váci Bartók Béla zenesuliba jártam egyébként 4 vagy 5 évig, klasszikus éneket tanultam ott, és akkor ezzel párhuzamosan ment a metal zenekar, és mindig mondta az énektanárnőm, hogy úristen, mi lesz ebből, édes gyermekem. Csodálatos, egy lírai szoprán egy metal zenekarban. Igen, de egyébként tök jó, és így hát belerázottam, meg azért most már dögösebb a hangom. Persze, nyilván. És az idő is eltelt azóta, igen, és egy kicsit lejjebb ment. Ez fontos szerintem, hogy az ember hangja az emberrel együtt érik.
és egyre kifejezőbb lesz. Lesz benne egy kis szőr, és akkor az van valami szépség, igen, valami jóság. Igen, mindig mondják, hogy úristen, cigizel? Egy énekesnő hogy cigizhet? És mondom, hogy annyira angyal hangom volt, hogy hülyét kaptam tőle, úgyhogy most már sokkal jobban tetszik. 2003-ban volt az a bizonyos tehetségkutató, ugye? Vagy hogy volt az? 2003-2004, igen. Valahogy így. Ameddig odáig eljutottál, hát egyébként 17 évvel, 16 és fél évvel ezelőtt. Szóval, hogy ameddig odáig eljutottál, hogy akkor te bekerülsz, vagy benevezel ebbe a bizonyos tehetségkutatóba, addig is jártál énektanárhoz, vagy csak voltak ezek a bizonyos zenekarok, a metal, meg a grunge, meg az akármi? Azok, és közben ez a klasszikus ének. Te klasszikus éneket tanultál hát, egyébként. Igen, mellette. Persze. Az egyébként egy nagyon jó kezdet volt, mert az egy biztos alapot ad, hogy az ember megtanulja helyes légzést, és egy helyes technikával énekelsz, így nekem sosem volt ilyen hangszágyulladás, meg ilyesmi, hogy erőlködtem. Akkor innen visszafelé viszont az egyel könnyebb, hogyha popdalokat énekelsz. Tehát, hogyha megtanulod a klasszikus éneket, akkor az az alap. A legtetejét. Habár, hogyha még egyel följebb menjünk, akkor ott az opera éneklés. Igen, és akkor én ezt nem szerettem volna tovább folytatni, mert azért nem bírom annyira a monotonitást, ugye a klasszikus zenészeknek mindig megvan írva, hogy mit kell. Hát ez egy szigorú szakma, az nem előadni, az, hogy fölmész a színpadra, és akkor szóval tartod a közönséget, igen, és énekelsz egy Easy Lover-t. Én pedig elkezdtem már fiatalon is dalokat szerezni, és így sokkal jobban élveztem, hogy akkor a saját dolgomat tudom csinálni, és nem mindig ugyanazt kell. Azt, hogy akkor a popban kötsz ki, vagy a jazzben kötsz ki, akkor ez lényegében egy ilyen könnyítés volt neked ahhoz képest. Persze, az áriák énekléséhez képest jelentősen könnyebb, meg szabadabb. Én meg egyébként a szívem csücske a rockzene, tehát így onnan jön a... Vagyis nem tudom, hogy miért vagyok ennyire lázadó, de valami ilyen kapocs lehet, hogy imádtam, amikor apukám előszedte a Led Zeppelin, meg Deep Purple bakeliteket, és állandóan, szóval rongyosra hallgattam őket. Úgyhogy innen van a kötődésem a rockzenéhez például. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Galambos Dorina, énekesnő, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Galambos Dorina énekesnő. Beszéltünk már róla, hogy hát egy másfél-két évvel ezelőtt elég sok időt töltöttél Miami-ban, pontosabban Miami mellett Key Westen, ahol nem csak fürdőztél, meg nem csak a tengerparton, óceánparton biciklisztél, hanem egyébként zenéltél is Randy-vel, az Easy Lover-t is játszottátok bizonyos feldolgozásban, és a napokban rád írt, hogy akkor melyik volt az a feldolgozás, meg arról is dumáltunk, hogy igen, 2003-ban te ott benne voltál egy tehetségkutató műsorban, de amíg odáig eljutottál, addig rengeteg zenekaron keresztül vitt az utad, volt metal zenekar, rock zenekar, grunge zenekar is volt, és egyébként klasszikus éneket is tanultál. És akkor ott járunk, hogy bekerültél ebbe a bizonyos műsorba, aztán pedig jöttek a különböző zenekarok. Megjött saját lemez is, meg instant nő is. Igen. És akkor megtaláltad végre a saját stílusodat, ami nem is biztos, hogy saját stílusod volt, mert ugye alapvetően poppal indultál, és utána pedig elmentél jazz irányba. Hát igen. Igazából volt egy szóló projekt, ami a Dorina néven futott, és egy nagyon jó session zenekarom volt egyébként, nagyon szerettem velük játszani, és ez a bizonyos első lemezem a Játékország, az pedig egy igazán újító lemez volt. Mindenki utána megdicsért, hogy úristen, ez tök jó, mert annyira modern dolgokat alkalmaztunk azon a lemezen, ami addig nem volt jellemző itthon. Úgyhogy erre büszke vagyok. De ott meg is ugye, állt akkor még nagyon. Készítés. Hát meg így fiatal voltam is. Buhú. És igen, ott még hagytam, hogy szóval ott még annyira nem másztam bele dolgokba, például dalszövegekbe, meg ilyesmi, hogy az emberek félreértették ezt az instant nő dolgot is egyébként, pedig tök jó szöveg. Hát, van áthallás egyébként benne. Aha. Na mindegy, szóval hát meguntam egy kicsit, meg ugye beszippantott a jazz világa. És akkor az került előtérbe. A jazz világa beszippantott, az saját elhatározás volt, hogy te szeretnél abban egy kicsit alkotni, vagy hát ugye ott azért volt egy elég erős családi ráhatás, hiszen a Barna egyébként eléggé benne volt a jazzben. Vagy van még mindig, ugye, csak akkor is? Igen, biztos, hogy hatással volt ő is rám, de egyébként én ilyen mindenevő vagyok, meg szeretem
úgy rendesen körüljárni a dolgokat, és szerettem volna folytatni a tanulmányaimat is, és hogy akkor miből diplomázok, miből másból, ha nem a zenéből, és akkor ugye rock suli nem volt akkor, ami diplomát is adott volna, úgyhogy akkor legyen a jazz. És akkor ássuk bele magunkat meg a bluesba, amit nagyon szeretek, és nem tudom, hogy nem lehet megmagyarázni, de ilyen ösztönösen jön belőlem, például azt nagyon szeretek játszani bluest. Nagyon sok ideig volt ugye a jazz is, még azzal a bizonyos formációval, a Mrs. Kalambóval, és akkor utána az elment majd pop irányba, és akkor most itt egy újabb, ez a Diora nevezetű, ami pedig már egy hát sokkal elektronikusabb hangzás. Olyvá tűnik, hogy te 2-3 évig, 4 évig benne vagy egy stílusban, egy zenei stílusban, aztán jön a váltás. Hát természetesen közben maradnak ezek a projektek, például Mrs. Kalambóval most is jazzt játszunk, ezért lett a Dióra. Igen, mert érdekelnek az újítások, hogy mit lehet kitalálni, milyen új hangszerelést, és az elektronika világa az azért vonzó, mert akár egy esőcseppből, vagy tényleg bármilyen hangból ki tudsz alakítani egy teljesen saját soundot, és mondjuk abból összerakni egy dobot, vagy dobalapot, meg ilyenek. Szóval, hogy ebben nagyon el lehet szállni, mert nagyon érdekes, csak az emberek egy csomószor összekeverik mondjuk a zenei producert a DJ-vel, aki mondjuk csak úgy. Hát van átjárás egyébként. Van átjárás, mert a legtöbb zenei producer egyébként DJ-ként is dolgozik, viszont a DJ-k nem mindegyike foglalkozik producerkedéssel. Igen, pedig ez állati menő dolog, és általában ezek a általában fiúk, és általában dobosok voltak. Mert ilyen nagyon jó érzéke. Igen. Megszületett a legújabb formáció, ugye Diora névre hallgat, és azt mondtad, hogy elektronikus, és bármiből lehet bármit csinálni. Na most az van, hogy egyébként, hogyha vesszük az előző formációt, ami egyébként elég sikeres, a Mrs. Kalambó, azért ott is el lehetett volna menni ilyen irányba. Tehát, hogy akármennyire is jazz játszotok, vagy egy kicsit poposabb jazz játszotok, azt is lehetett volna egy kicsit akusztikusabb irányba elvinni, és akkor nem kell az új formáció. Hát igen, csak ugye közben a zenekar összetétele az állandóan átalakult, mert ugye az elején mindenki lány volt, és akkor így cserélődtek az emberek is, és más lett a dolog, ami vonzott minket. És hát igen, végül is lehet akusztikusan játszani bármit. Igen, de ezzel együtt persze oda kell figyelni az embernek, a zenei műfajok bármelyikében tevékenykedik arra, hogy akkor a világban mi az aktuális trend, mert hogyha nem tartasz vele lépést, akkor szépen lassan egyre inkább kerülsz a süllyesztő felé. Tehát, hogyha nem figyeled azt, hogy éppen Angliából vagy Amerikából milyen hatások szűrődnek, mi az aktuális trend, és nem építed be valahogy a saját zenédbe, akkor megmaradsz annál a szintnél, ahol elkezdted, és akkor nincs fejlődés, akkor ugyanaz van. Igen, és akkor nincsen inspiráció, mert engem például pontosan ezt foglalkoztat a zenében, hogy mondjuk napi 4-5 órát, amit zenehallgatással töltök, mondjuk a Spotify-on, hogy keresem állandóan az újdonságokat, hogy éppen nem is azt figyelem, hogy éppen mi a menő, hanem hogy mi tetszik nekem, és mi az, amit én be tudok emelni, pontosan ahogy mondtad, mert ettől lehet valami új, egyedi dolgot letenni az asztalra. Megszületett a Diora nevezetű projekted neked, akkor ez most egy, hát igazából szóló projekt, de mégsem szóló projekt. Hát igen, igazából én, az én harcomat látják a fotókon, de hűséges fegyverhordozóim Kovács Norbi, aki a dobok mögött ül, és Helgül Laci, aki most szintetizátorokkal vette körül magát a basszusgitár helyett. Ővelük nagyon jó zenélni, és mindig számíthatok rájuk. Na most akkor megy a Mrs. Kalambó. Emellett szimbután megy a legújabb, a Diora nevezetű formáció, és alapvetően mégiscsak egy popénekesnő vagy. Nyilván a legújabbnak örülsz a legjobban, hiszen, hogyha az ember vesz magának egy új, nem tudom, karbót, akkor szívesen veszi föl. Persze. Mert az a legújabb. De ezzel együtt szereti azt is, amit nem tudom, 2 hónappal ezelőtt vásárolt. Akkor te most melyikben vagy leginkább otthon? Melyik zenei stílusban? Melyiket kedveled a leginkább? Hú, egyébként a szíven csücske akkor is a rock marad, úgyhogy meg most pontosan azokon a dalszövegeken dolgozom az Izzó nevű zenekarral, ahol lehet azért mélyebben kiírni magamból a dolgokat, mert a popzene például, igen, teljesen más dalszövegek vannak ott,
tök más dolgok jutnak eszembe, hogyha a diórában írok szöveget, mint mondjuk az izzóban, vagy a Mrs. Kalambóban. De akkor ezzel együtt, tehát, hogyha hazamész, csinálsz magadnak egy kapucsinót, vagy egy teát, és akkor leülsz, és akkor azon gondolkozom, hogy kéne csinálni egy dalt. Na jó, de most melyiknek? Legyen az izzó. Akkor én most rokkos dalt fogok írni, vagy legyen a dióra. Hát akkor egy kicsit ilyen póposabb, szóval jön a szerelemről, jön a tavasz, Valentin, ilyenek. Nem, azért ez időbeosztás szerint történik, már mint mindig valamelyik projekt előrébb kerül, kitűzünk határidőket, hogy mit szeretnénk, mondjuk legyen kész áprilisig, és akkor azzal foglalkozom, éppen azzal a projekttel, aminek el kell készülnie, és akkor így, meg ugye mindig eltelik egy csomó idő, mire elkészül egy videóklip, és akkor az bemutatásra kerül, szóval vannak itt átfutási idők, és addig van időm a másik dologgal foglalkozni, szóval nem veszek meg így, hogy úristen. De történt olyan már, hogy egy napon belül kétféle stílussal kellett foglalkoznom, és nem borultam ki tőle. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Galambos Dorina énekesnő, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Galambos Dorina énekesnő. 2003-ban tűntél föl a popzenei élet színpadán egy tehetségkutató műsorból kifolyólag, de előtte te már voltál különböző zenekarokban, akkor az még rockzenekar volt, igen, meg grimezenekar volt, habár már kiskorodban kiderült, hogy neked nagyon szép lírai szoprán hangod van, és akkor az ének tanárnő az iskolában, tanárnéni az iskolában mondta, hogy ezzel kellene foglalkozni. Aztán elvégeztél különböző iskolákat, beszippantott a popvilága, aztán a jazz világa, és aztán most pedig legújabban, hát az elektronikus zene világa. A legújabb formáció neve az, hogy Dióra, és ez olyannyira új formáció, hogy lényegében nagyon friss, viszont már megvan az első dal. És említettél neveket, például a Somogyvári Dániel nevét, akit mindenki danizik, csak te dánielezed. És én csak szerettem volna bemutatni kellőképpen. Alapvetően neked is vannak ötleteid, és vannak dalaid, írsz is szövegeket, nyilván dallamok is jutnak eszedbe, viszont a Diórának, a legújabb formációdnak az első dala, az egy ilyen kakukktojás dal, szövegileg és zeneileg. Igen, hát az szokott történni, ugye nekünk most egy kész kislemezünk van, úgyhogy majd szép sorjában fogjuk az embereket megbombázni. Kész kislemez, vagy egy kész dal? Nem, egy kész kislemez, úgyhogy és továbbra is írjuk őket, és általában a Dani meg én szoktunk agyalni a dalokon, úgyhogy vagy én küldök neki egy zongora témát, meg ének témát szöveggel, és akkor ő köré szabja az ő zseni dolgait, vagy pedig ő küld nekem egy zenei alapot, amire én írok ének témát, illetve szöveget, de most az történt, hogy éppen dolgoztunk a stúdióban, és előhúzott a fiúból egy ilyen demót, mutatta, hogy ezt a Kozma Katával hekkelték, de még nem volt készen, csak nagyon-nagyon megtetszett, és úgy láttam, hogy ez pontosan jól illeszkedne a mi zenei anyagunkba, a többi dal mellé, és akkor fölhívtuk a Kozma Katát, aki megmondta, hogy tök jó, persze, csináljátok meg, mert én is szeretném, ha ez kijönne ez a dal, csak ő már éppen valami máson dolgozott, és így nehogy feledésbe merüljön ez. És akkor most nagyon örült is, mert mondtam neki, hogy akkor ha van kedve, a szöveget is megírhatja rá, mert én akkor pont a rockzenekaromnak írtam szöveget. Az izzónak. Igen. És akkor mondta, hogy persze van. Én csak elmondtam neki, hogy miről szóljon ez az egész, mert hogy ez a Dióra tulajdonképpen a fiatalabbakat célozza meg, a fiatalabb korosztály, és ugye mit csinál a fiatal korosztály? Hát bulizik. Mondtam a Katának, hogy tök jó lenne, hogyha ezt valahogy így kitekernéd. Nagyon jól megoldotta ezt a szövegben, úgyhogy örülök, hogy a Higher ez lett az első dal, amit kihozunk a kislemezről. Na most akkor a Dióra formációnak az első, a debütáló dala ugye az, hogy Higher, és akkor angol nyelv. Igen. Hát sajnos én nagyon-nagyon szeretek angolul írni. Valahogy közelebb áll hozzám, énekelni is könnyebb. Ugye teljesen más technikával kell magyar szövegű dalokat énekelni, amit szintén élvezek. Ezért szeretek mondjuk elmenni
például ilyen műsorokban, mint a Magyarország szeretlek, ahol rámosztanak ilyen nagyon vicces régi táncdalfesztiválos dalokat, amiknek óriási, nagyon vicces szövegeik vannak. Szeretem a jó szövegírókat, és hogyha magyar dalt szeretnék, akkor inkább fölhívok egy profi szakembert. Az, hogy angolul jött ki az első, és hogy szívesebben énekelsz angolul, az egyébként előirányozza azt, hogy a diórának az összes közeli vagy távoli jövőben megjelenő dala, az lényegében mindegyik angol nyelvű lesz. Eddig itt tartunk, igen, mindegyik angolul van. Mert tudod, amikor leülök mondjuk a zongorához, és akkor így jön egy ötletem, egy csomószor jön egy ilyen bemondás a fejemben, és az is angolul, és akkor a köré építem föl például a szöveget, mert ezek mindig olyan hiteles dolgok, hogy át tudom adni azt a hangulatot, ami akkor volt, amikor leültem a zongorához, amikor jött az ihlet. Ez persze mind szép és mind jó, angolul megjön valami bemondás, valami nem tudom, ilyen kis szövegrészlet, ami nagyon tetszik, és akkor utána rá kell heggeszteni a már meglévő dallamra a szöveget. Viszont hát az anyanyelvet azért mégiscsak a magyar, nyilván könnyebben írnál magyar nyelvű szöveget, mint angolt. Hát elvileg, de nálam mégsem így működik. Érdekes. És hogyha magyar szövegkel, akkor pedig csak olyan ember tud nekem jó, frappáns, meg olyan hiteles szöveget írni, aki mondjuk állandóan velem lóg, vagy nagyon ismer, és általában a rocker fiúk tudnak legjobban szöveget írni. Például az AVS-ből Siklósi Őrs tök jó szöveget írt nekem, ami nagyon tetszett. És ha már említed az AVS-t, akkor kössük össze gyorsan ugye a legújabb formációt videóklipjével, hiszen nem egyedül vagy benne, hanem az AVS egyik tagjához is kötődik a videóklip. Igen, és Iszler Soma, a basszusgitáros, ő az, aki kihúzott a csávából, mert úgy volt, hogy a Szombat Máté rendezővel, amikor kitaláltuk, hogy milyen legyen ez a klip, akkor azt gondoltuk, hogy még meg lehet oldani akár kézdublőrre, hogy nem kell fiú szereplő a klipbe, de aztán rájöttünk, hogy mégiscsak, és másfél hét volt, és az írt a nagyon nagy mák, hogy ugyanaz a menedzserünk, a drága Marosi Nikolett, mint az AVS zenekarnak, mert tudtuk, hogy ott sok fiú van, és a Somára nagyon-nagyon illett ez a leírás a forgatókönyv alapján, és akkor szóltam Anikinek, hogy figyelj, kérdezzük már meg a Somát, ő megmondta, hogy tök jó, most lesz megbeszélésünk, akkor megkérdezem, és akkor így bevállalta, aminek nagyon örültünk, mert utána kiderült, hogy egy őstehetség színjátszás terén is, szóval így nagyon-nagyon hitelesen hozta a szerepet. Megszületett a Dióra nevezetű formáció, Galambos Dorina legújabb formációjának az első dala, meg egyébként jelen vannak még dalok, de ez már látható és hallható, hiszen videóklip is készült hozzá, a címe az, hogy Higher. Most akkor hogy álltok a melóval egyébként? Említetted, hogy kislemez van, ami azt jelenti, hogy akkor be van már ütemezve, hogy akkor majd február végén jön a következő dal, március végén a harmadik dal, stb. Stb. Aha, így pontosan. Mármint nem tudok még dátumokat pontosan, de igen, kontaktálunk a menedzseremmel, és akkor mindig, amikor jónak látjuk, akkor kihozunk egy-egy dalt. Most nem tudom, hogy lesz-e következő klip. Nagyon jó lenne, de sajnos nem szüljük a pénzt. Illetve a világ összes pénze nem elég a klipgyártáshoz. Ugye, de nagyon örülünk, amikor sikerül és megszületik egy. De hát a Spotify-ra, meg mindenféle zenei felületre biztosan felkerülnek ezek a dalok. Nyilván ez most a legfontosabb, és ezért lesz prioritást, mármint a legújabb formáció a Dióra. De egyébként a többi projekttel kapcsolatban is zajlanak munkálatok? Tehát, hogy említetted, hogy azért néha a srácokkal, a rocker srácokkal, az izzóval leültök, és akkor ott is jönnek a gondolatok, és a Mrs. Kalambót is fent kellene tartani. Persze. Tegnap például stúdióztam az izzóval, egy új szám született, nagyon király volt, csak hát hajnalban értem haza Budakesziről. Úgyhogy zötyögtem haza az éjjeli buszjáraton, és igen, oda tervezünk például egy videóklipet, és azt is a Szombat Máté fogja rendezni, mert nagyon, nagyon bírom a csávót, egy zseni, és tök jó ötletet talált ki az egyik dalunkra, úgyhogy az majd az tavaszra el kell, hogy készüljön, tehát kb. Olyan márciusban fogunk forgatni. És a Mrs. Kalambó? A Mrs. Kalambóval pedig újabb terveim vannak, de azt inkább évvégére tartogatom, és még nem szeretném lelőni a poént, de nagyon jó, és szerintem az pedig a kicsit idősebb korosztály imádni fogja.
amit kitaláltam. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Köszi. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Galambos Dorinával. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották, viszont hallásra, viszont látásra.